A Tiszató partján élők szerint ennek a 127 négyzetkilométeres horgászvíznek a megismeréséhez évekre van szükség. Ezért egyszerűbb, ha a partján születik az ember. Az Abádszaloki öböl egy népszerű pontjáról, az Abádi kikötőből kiindulva kezdjük el bemutató sorozatunkat. Különlegessége a gépjárműnek, hogy vízen is és szárazföldön is lehet vele közlekedni. Két típust különböztetünk meg, vannak a hatkerekűek, illetve ezek a nyolckerekű változatok, ezek picit nagyobbak, mint a hatkerekűek, hat személy szállítására alkalmasak szárazföldön, míg a hatkerekűek azok négy személy szállítanak szárazföldön. Vízen ezek a típusok négy személlyel kényelmesen lehet közlekedni vízen, illetve a hatkerekű változatokkal ott két személy az, ami vízen biztonsággal tud közlekedni. Benzin motorokkal vannak szerelve a járművek, ez adja a meghajtást az argónak, illetve ha nagy felületen közlekedünk, akkor csónakmotorral lehet szerelni, és akkor mint egy ladikkal lehet közlekedni akár nagyobb vízfelületeken is. Különböző opciókkal lehet szerelni az argót, úgy, mint ahogy ezen a típuson is található csörlővel föl van szerelve, illetve gajtörőrácsa, de szükség szerint kabinnal is szerelhető az argó, ami zárható teljesen egy szélvédőhöz, és akkor télen akár fűthetővé is válhat az argó. Ez nagyon jó vadászoknál, akik télen hidegbe esetleg járnak vadászni, egy fűthető járművet kapnak, amivel terepen nagyon könnyen tudnak közlekedni. Egymás közt csak dühös darázsnak neveztük el. A szárazon és a vízen is megmutatta, hogy mire képes. Nem volt előtte akadály. Végig megbízható társunk volt. A nyílt vízen és az erdőben egyaránt. A friss levegő megtette a hatását, így megfelelő helyet kerestünk a közös hotpack-es ebédhez. No, nem a konyha tudományunkra támaszkodó előkészületek miatt, hanem azért, hogy gyorsan jussunk meleg ételhez. Csak látszatra bonyolult ez a fajta sütés-főzés, valójában igen egyszerűen hozzájuthatunk az ebédünkhöz. A lezárt alufóliában lévő készételt kívülről egy deci vízzel beinduló melegítő tasak forrósítja fel. Pontosan 8 perc alatt lett kész a forró birkaragú és a zöldséges rigattoni. Az árnyékból ugyan kikergetett minket néhány elszánt szúnyog a napra, de egyáltalán nem bántuk. A kanalazás közbeni morgás ugyanis egyértelművé tette, ez az ebéd finom volt.